a labda, még ezt is szépen visszafejelte. És aztán a következő beadásból a 11. perc végén már gól születik. Illés teszi be a labdát, és Lackó mellől Szluka gólint a kapuba. Nagyon szép ez a beadás, az érkezés is kiváló. Szép gól volt, de meg kell jegyezni, hogy Lackó nagyon nagyot hibázott itt a debreceni védelemből. Ezzel vezetett tehát 1-0-ra az Zalaegerszeg. Debreceni védelem mögé került az Zalaegerszeg, nagyon veszélyesek voltak. És ennek nyomán Szluka beadásából, aki a gólja után gólpaszt jegyez, Pavicevic fejjel a kapuba, úgyhogy Mijadinovszki elcsúszik középen. A probléma itt nem csak azzal van, hogy belül elcsúszik, és gyönyörűen befejezi a labdát a zalaegerszegi csatár, hanem hagyták Szlukát megfordulni, tehát nem szabadott volna beadásnak érkezni. Ott van egy négy. Valóban szép volt maga a befejezés is, így ahogy ez is. Mert hogy a 22. percben Rudnevs dől rá, és már 3-2. Mind a két gólpassznál, én ezt nem hiszem, akkor sok. Néha így volt ez az előző szituációnál is, Komlósi hamarabb reagált és bebeesőzte a jobb sorok. Kereken fél óra elteltével Fodor mellett esik Szluka, és Todorovic nagyon szépen fölemelte pont a léc alá a 11-est. Egy gól sem volt a második fél időben, azért nem szórakoztunk rosszul így sem, mert helyzetek szép számmal vannak. Itt például Ramos ment, és aztán a kipattanó után már Illés lövés. Sőt, ez már nem is kontra gyakorlatilag. Illés, mellette Szamosi. Illés, befelé húz, aztán visszacselezget Illés. Lekészíti Orvát, lő, megpattan! Vincses! És ott az egyenlítő gól! Szluka egyenlít a semmiből gyakorlatilag! A 30. percben Horvát levágódó lövése meghozza az Ete egyenlítő gólját. Marián Szluka volt szemfüles, és éles szögből kilőtte a hosszú sarkot a kapufa érintésével. András Szluka felé, de rövid, de így még jó lehet. Szluka egyből be, Pavicevic fejel, és alig megy mellé. Horváth nagyot küzdött bőrrel a labdáért. Balázs szép csellel indul meg, ahogy pörgette maga elé, aztán egy kicsit hosszan szökteti magát, de még mindig lehet ebből valami. Egy jó beadás kéne már, csak ott van az érkező ember, és egyenlít az Zalaegerszeg Cemal Alomerovic góljával, 1-1. Úgy lemaradtak középen Alomerovicról a győri védők, mint hogy az első gólnál az egerszegiek. De konkrétan teljesen egyedül volt. Itt ugye nem merte bántani Völgyi az elmerő zalaegerszegi játékot. Valósabból kialakult egy ilyen lehetőséget. Miért nem támadják meg? Tehát nem értem, hogy miért nem támadják meg. Átmegy a hosszú oldalra, oda nagyon nem tud kijönni a kapus. Azzal együtt, hogy elég közelről fejel ide. Nagyon magas ugye a Pavicevic. Én azt gondolom, hogy egyetlen már szentesen biztos, hogy befejezte volna, mert szinte nyúlt a levegőbe a nyaka. A második fél időre időzítette az Zalaegerszeg a vezetőgól megszerzését. Méghozzá Pavicevic volt az, aki bevette itt köteles kapuját. Igen, hát sajnos nem látom innen, hogy ki lehetett az, aki nem támadta meg a beadásnál Szlukát, és köteles ezért balhézott, és ezért rohant ki egészen közelre oda ehhez a játékoshoz, mert itt a beadás pillanatában, ugye hátulról, ha jól látom, Szabó Viktor jött, ő kicsit későn érkezett, de ott volt egy játékos, aki megtámadhatta volna, és kicsit lerövidítette volna azt a területet ide, itt lehet is látni, hogy ezért rohan oda köteles, hogy miért nem megy közelebb hozzá, hát ez borzasztó nagy. Az Zalaegerszegieknek második félidő, 5. perc, Illés. Tőle indult az akció, Panikvár keresztlabdája, Szluka vissza, Pavicevic, szép fejessel egyenlét. A montenegróinak ez az 5. találata a szezonban. Szluka nagyon szépen tette vissza, pontosan a fejére a labdát. Ez a kulcsmozdulat, a védők csak forognak,
az ősszel az Ete ellen triplázó Zahorec kereste, hogy hol lehetne közbeavatkozni. De Pavicevic megverte. ötvenhetedik perc. Megint Sluka. Pavicevic nem éri el a labdát. A végeredmény Kaposvár-Zalaegerszeg 1-1. Az Etének ez idén kettőből a második döntetlenje. A Kaposvár pedig egy győzelem és egy vereség után most döntetlent játszik. Szép a fordulás és jó a kiugratás is. Hajdú jól veszi vissza, elcsúsznak előtte. Sluka, első lövés, gól! Óriási gól! Így kell cserélni, kérem! Mária Sluka egy perc állt be, és 22 méterről, 21-22 méterről óriási gólt ragaszt a jobb felsőbe. A 20. percben járunk. Mária Sluka bombagolt lő, első labda érintése.